Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Augusztus 20-a van, Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Köszöntöm a megjelent vendégeket, helyieket, kiváltképp Kozár Miskolc polgármesterét, dr. Bíró Károlyt, illetve a térség országgyűlési képviselőjét, dr. Hoppá Péter urakat. A program nyitányaként hallgassuk meg, és énekeljük is el együtt a himnuszt, és meg szeretném kérni Kovács Nórit, hogy fáradjon ide ki, és énekeljük vele együtt a himnuszt. Kozár Miskolcban is megünnepelték az államalapítást. Az augusztus 20-i városi ünnepséget a Városháza előtti téren tartották. Az eseményen dr. Bíró Károly Kozár Miskolc polgármestere mondott köszöntőt. A képviselőtestület és a polgármester mellett dr. Hoppá Péter, a térség országgyűlési képviselője is együtt ünnepelt a helyiekkel. Ebben az évben is megsütötték az összetartozást jelképező Miskolci kenyeret, mely a helyi gazdák által termelt búzából készült. Nagy Marian református lelkésznő és dr. Ciglányi Zsolt római katolikus plébános megáldották, majd megszentelték az új kenyeret. Ezt követően Kovács Nóri énekesnő Magyarnak lenni című szólókoncertjét élvezhették a jelenlévők. A program során fellépett a Józsa Gergely Néptánc Egyesület is, akik szilágysági és kalotaszegi táncot adtak elő. Köszönjük szépen Kovács Nórinak, vele még találkozhatunk egyébként a program során. Most viszont felkérném dr. Bíró Károlyt, Kozár Miskolc polgármesterét, hogy mondja el köszöntőjét. Kedves Kozár Miskolciak, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is mindannyiótokat, mindannyiunkat, Kozár Miskolciakat, és kiemelten térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Hoppál Péter urat, aki egyben városunk díszpolgára is. Köszöntöm alpolgármester asszonyt, képviselőtársaimat, az egyházi felekezetek vezetőit, Ciglányi Zsolt plébános urat és Gál Marian asszonyt. Köszöntöm az egyesületeink vezetőit, képviselőit, polgárőreinket, művésznőt és minden kedves Kozár Miskolcit, aki eljött ebben a melegben is megünnepelni államalapításunk ünnepét. Sokan tudjuk, Kozár Miskolciak, hogy kívülről azt gondolják Kozár Miskolcról, hogy egy alvóváros, és 2015-től azt mondtuk, hogy ezt most már el lehet felejteni. Tudjuk azt, hogy ilyenkor a nyár derekán, vagy kellős közepén azt is lehet mondani, elmegy az egész város, kiürül, elmennek pihenni, jól megérdemelt szabadságukat töltik a Kozár Miskolciak, és ezeket a nagy nemzeti ünnepeinket és az augusztus 20-át kicsit szűkebb körben ünnepeltük meg az intézményeink keretein belül, akár a óvodások körében, vagy más intézményi körben. 2015-től azt mondtuk, hogy ezek a nagy nemzeti ünnepek nekünk is nagyon fontosak, és meg kell ünnepelni itt Kozár Miskolcban. Jó döntés volt ez akkor, ezt a mai nap is megerősíti, hiszen nagyon sokan eljöttetek,
és tudom, hogy akik el vannak utazva, és pihennek, szabadságukat töltik, ők is megünneplik a magyarság legnagyobb ünnepét, államalapításunk ünnepét. Még egyszer köszöntök mindenkit, külföldi vendégünk is van, hallottam művésznőtől, hogy még Oroszországból is fontosnak tartották, hogyha itt nyaralnak valóla közelben, akkor megnézzék ezt a kis, fiatalos, fejlődő, modern várost. Szeretném felkérni mindannyiunk nevében, a város nevében, hogy a ünnepnek megfelelő tisztelettel térségünk országgyűlési képviselője, dr. Hoppál Péter mondja el ünnepi beszédét számunkra. Kérlek, Péter, akkor fáradj ki. Főtisztelendő és nagytiszteletű egyházi méltóságok, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestületi tagok, kedves kozármislenyiek, minnyájam. Ezer esztendeje, hogy itt Európa közepén, abban a különleges élményben részesülhettünk, hogy nem csak hazát találtunk magunknak mi itt magyarok, hanem egy európai állam alapjait vethette meg Szent Királyunk, Szent István király. Úgy szól a Zsoltárok könyvének 90. része, az Isten emberének imádsága, néhány sora, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, ami elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Azt mondja tehát a Zsoltáros, hogy az isteni időszámításban az ezer esztendő úgy múlik el, mint a tegnapi nap. Számunkra azonban a magyar történelem ezer esztendeje rengeteg tanulsággal szolgál. Keserű évszázadok és dicsőséges korszakok váltották egymást, amit hol rosszul, hol aztán jól megtanultunk és azonosítottunk a történelem írott, ismert, vagy esetleg nehezebben ismert, szájról szájra átadott lapjairól. Minden esetre ezred évnyi távlatból azt mondhatjuk, hogy megajándékozottak vagyunk, mert hogy Szent István király államalapítása előremutató volt, és egy biztos alapot teremtett ahhoz, hogy ne csak egy szalmaláng életű állam alakulat jöjjön létre itt Európa közepén, hanem egy erős kőszikla fundamentum vettessék. Olyan erős kőszikla, amire utána a törvénykezés, majd az Árpád-házi királyok megszilárdított hatalma tovább épülhessen. Tudjuk, hogy Szent István után majd Szent László lesz az, aki a törvénykezésben messzeföldön hírt és nevet szerzett ennek a hazának. És azt is tudjuk, hogy amikor már mindenki lemondott volna, hogy ez a Magyarország és ezek a magyarok itt tovább tudnak országot, hazát építeni a Kárpát-medencében, amikor a tatári járás lezajlott, akkor az újrakezdés és a új fundamentum megerősítése is azt hirdette Európában, hogy ennek a történetnek bizony nem lesz vége, hanem a Szent Istváni alapok állnak, és arra negyedik Bélával újra lehet építeni az új kezdetet. Az újabb korszakok is hoztak dicsőséges időszakokat. Jól tudjuk, hogy az Anzsuk uralkodása az úgynevezett sötét középkorban, ami egy gazdag, felívelő korszaka volt Magyarországnak és Európának persze, ott a 14. században, Károly Róbelter és Nagy Lajossal elhozták azt, hogy egy stabilizált és európai értelemben vett nagy ország, egy nagy hatalom mutatta arcát Európa felé, akivel nehéz volt dacolni. És aztán hogy ne emlékeznénk a történelemből, hogy mit jelentett a nándorfehérvári diadallal az a kiállás, amit egy nagyon erős korszak után egy 50 éves Zsigmond király és császár uralkodását követő török fenyegetettség, egy új civilizáció megjelenésének a veszélyeztetettsége alatt
mégiscsak kivívtak a magyarok együtt az itt Közép-Európában élő nemzetekkel, Hunyadi János zászlaja alatt. Hogy ne emlékezne egész Európa, hogyha nem lenne amnéziában, hogy bizony-bizony ezt a történetet, amit napjainkban élünk, ezt egyszer már átélték ősapáink. És akkor az összefogás, és akkor a európai civilizáció és a keresztény kultúra védelme adott akkora erőt, hogy sikerült úrrá lenni a fenyegető veszélyen. Példa lehet mindannyiunk számára. És azt a győzelmet követhette Mátyásnak az uralkodása, ami kiteljesítette az európai reneszánszt, és itt Budavárába költözött, Magyarországra költözött a korszak legmagasabb rendű művészete és a legmagasabb rendű tudományos ismeretterjesztő és tudást gazdagító világa. De ez az 500 év, ami a Szent Istváni örökség építésében és gyarapodásában zajlott, egyszer le kellett, hogy csengjen, és tudjuk ezt is, hogy hogyan ment lefelé a királyi központi hatalom a Jagellók uralkodása időszakában, és hogyan jutottunk el Mohácsig, amikor a meggyengült hatalom sajnos képtelen volt az ország védelmére. És három felé szakadt az ország, de a magyar államiság, a Szent Istváni államiság tovább búvópatakként tovább tudott élni a török megszállás 150 éve alatt is, hiszen részben a királyi Magyarország, immár Habsburg irodalom részeként, részben pedig az erdélyi fejedelemség államalakulata tovább vitte azt a szellemi, kulturális örökséget, amire mai napig méltán lehetünk büszkék. Sőt, az akkori korszak, a 16.-17. század ragaszkodása a magyar anyanyelvhez, a magyar anyanyelv kiteljesítése, a magyar irodalom gyönyörű kivirágzása is ennek az időszaknak a gyümölcse és eredménye. És talán az identitás megmaradásunkban jelentős részt is kapott az, hogy akkoriban minden magyar ragaszkodott az anyanyelvhez, mint egy erős várhoz, és az abba való belekapaszkodás segített át bennünket az több évszázados Habsburg birodalmi léten. És tudjuk jól, hogy voltak szabadságharcaink a nagyságos fejedelemmel Rákócival, majd utána a 48-as hőseinkkel, olyan szabadságküzdelmek, amelyek felmutatták a világnak, hogy mi magyarok itt Európa közepén a Szent Istváni örökséggel a szabadság hírnökei és a szabadság őrállói is vagyunk egyúttal. Így azonosítanak bennünket ma a 21. században. És amikor a dualizmus végre elhozta a kívánt és vágyott szabadságot és az együttműködési képességet, akkor 50 esztendő alatt ez az ország tulajdonképpen a feudalizmus keserűségeiből gyönyörű lendületet vett, és a millennium ismert időszakában elnyerte mai arculatát, és csodálatos képét mutatja azóta is a nagyvilágnak. Sőt, még ránk a 20. század, ami tulajdonképpen a magyarok nagy veszteségeit hozta. A történelmi Magyarország kétharmadát Trianonban elcsatolták tőlünk. Mi itt, ahol most találkozunk, itt sem lehettünk őseink, itt sem lehettek magyar földön, hiszen 33 hónapig, 1918-tól 21-ig elcsatolták a szerb fennhatóság alá Pécset és Baranya megyének ezen részét is, és valahol ott fenn, az Árpád tetőn volt az akkori határ, úgy tűnt, hogy Pécs sem fog Trianon után Magyarországhoz tartozni. Járhattunk volna mi is úgy itt élők, ahogyan a határon túli magyarjaink 100 éve élnek. Most látogathattam meg őket a családommal Erdélyben, Székelyföldön, Kalotaszegen. Ők is őrzik erőteljesen nem csak az anyanyelvet, hanem a kultúrát, a hitet, és 100 év elteltével is ugyanolyan magyarok, mint amilyenek az ő ükapjaik vagy dédapjaik voltak, dacolnak a történelemmel. Mert hogy beleérkeztünk a 21. századba, itt vagyunk mégiscsak Magyarország kebelében, Magyarország szélén, Baranya megyében, és kicsit ugyan a történelem a perifériára sodort bennünket, hiszen az ország széle lettünk, régen az ország szívében volt Baranya megye, de mégiscsak sikerült az az összefogás, aminek révén az elmúlt 10 esztendő újra egy gyarapodás korszakát hozhatta el Magyarországon, és ennek gyümölcseit élvezhetjük itt Baranyában is. Láthatjuk az alkotmányos új rendet, láthatjuk
a stabil és biztonságot adó törvényeket, a családok védelmét, és láthatjuk a gazdasági fellendülést, hogy Európa élvonalába tudtunk kerülni. Ez nem magától van. Ez mindenkinek egyenként a saját munkájának hozzáadásával születik meg, ez a teljesítmény. Szeretnék tehát köszönetet mondani a mai ünnep alkalmával, az államalapítás ünnepén, Magyarország születésnapján önöknek is, a kozármistennyieknek, hogy a saját önökre tartozó feladattal önök is részt vettek ebben a 10 éves kemény küzdelemben, hogy Európa sereghajtóiból íme itt lehetünk Európa élvonalában, hiszen a nemzeti össztermék a GDP növekedésében, az Európai Statisztikai Hivatal mondja, Magyarország az első között lévő helyen, dobogós helyen foglalhat helyet. Ez a munka és ez a lelkület, hogy együvé tartozunk, hogy újra állampolgárokként köszönhetjük a 15 millió magyar azon tagjait is, akik elvétettek 100 évvel ezelőtt tőlünk, ez ad erőt arra mindannyiunknak, hogy nagyvárosban, kis településen, vagy akár falun élve, a gyermekek nevelésén keresztül, a jövő szolgálatában, településeink fejlesztésével egy olyan jövendőt reméljünk, és dolgozzunk is érte, amit méltán és büszkén adhatunk át az utánunk jövő generációknak. Nem mindegy, hogy tudunk nézni majd gyermekeink és unokáink szemébe, hogy a mi aktív időszakunkban megtettünk-e minden tőlünk telhetőt és ránk tartozót azért, hogy ők egy gyarapodó, egy erősödő és a Szent Istváni alapokra büszkén tekintő Magyarország polgárai lehetnek. Azt hiszem, hogy ha most tekintünk vissza a mi aktív időszakunk elmúlt évtizedére, akkor ezt a büszkeséget, ezt az emelt fővel tartott büszkeséget méltán képviselhetjük az utánunk jövő generációk felé. Azt kívánom mindannyiunknak szeretettel, hogy ne csak gazdag múltunkra tudjunk emlékezni, és tudjunk az ünnepek alkalmával megmerítkezni az előttünk járt generációk hitében, hanem ezt a hitet és ezt a munkafegyelmet és ezt a gyarapítási szándékot, ezt öltözzük össze a mostani 21. század kihívásaival, és olyan célokat tűzzünk magunk elé, amiket képesek is vagyunk teljesíteni. Így léphetünk lépésről lépésre tovább és előre, és így valóban egy gyarapodó és elősödő ország polgáraivá válhatnak gyermekeink is, és az ő gyermekei is. Azért, hogy ez az ezer esztendő, ez mindannyiuk büszkesége, és az ő gazdag örökségük is legyen. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őreásnyi idő éjjel, olvassuk a Zsoltárostól, legyen nekünk ez az ezer esztendő Szent István öröksége, az állam alapítása, és az új kenyér asztalra tétele, a mindennapi kenyér asztalra tétele egy reménység és bizakodás arra, hogy nem csak gazdag múltunk, hanem dicső jövendőnk is lehet. Isten áldjon meg mindnyájukat! Hoppá Péternek köszönjük szépen, és hölgyeim és uraim, a következő néhány pillanat is a köszönet nyilvánításé. Köszönet nyilvánítás a helyi gazdáknak, akik felajánlották saját búzájukat, hogy abból megsütésre kerülhessen az összetartozást jelképező Michelin kenyér. Fel is sorolnám akkor őket név szerint: Círják Frigyes, Pozsonyi Mátyás, Tóth Attila, Cseh József, Köves Norbert, Köves József, Horváth István és Horvátné Pintér Ilona. Köszönjük nekik! Ünnepélyes pillanathoz érkeztünk, felkérem egyházi vezetőinket, Nagy Marian református lelkésznőt és dr. Ciglány Zsolt római katolikus plébánost az új kenyér megáldására, megszentelésére. Kedves ünneplő kozármislenyiek, először is úgy gondolom, hogy adjunk hálát a mindenható Istennek ezért a mai együttlétért. Mózes első könyvének 8. fejezetéből szeretném felolvasni Istennek az ígéretét. Ez a történet az özönvíz végéről szól. Ugye tudjuk az özönvízről azt, hogy azért következett be az özönvíz, mert Isten megbánta azt, hogy megteremtette az embert.
és elhatározta azt, hogy elpusztítja a földet. Noé és családja túlélték az özönvíz pusztítását. 8 maradtak életben. És miután száraz földet éreztek újra a talpuk alatt, oltárt építettek Istennek, áldozatot mutattak be Istennek, azaz megköszönték azt, hogy megőrizte és megtartotta Isten az ő életüket. És amikor Isten megérezte az égő áldozati oltárnak a füstjét, és amikor Isten látta Noé szívében a hálát, akkor ezt az ígéretet mondta. Ez az ígéret több ezer éve hangzott el, de adja Isten, hogy ez az ígéret, ez felénk szóló ígéret is legyen, hallgassuk nyitott szívvel. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az embernek szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Kedves testvéreim, az augusztus 20-ai új kenyér sorsközösséget jelent közöttünk. Ugyanabból a kenyérből részesülünk. Egy településen, egy országban, egy földrészen közös a sorsunk. Ugyanazoknak a dolgoknak tudunk örülni, és ugyanazok a dolgok fájnak nekünk. Legyen ez az új kenyér az összetartozásunknak és az egymás iránti szolidaritásunknak a jelképe. Érezzük át ezt az összetartozást és a hálát mindazokért, akik a munkájukkal, fáradtságukkal az asztalunkra tették ezt a kenyeret. Hálát adunk a Jóistennek is, megköszönjük, hogy kedvező időt, erőt és lehetőséget adott arra, hogy a megélhetésünket és ezt a közösségünket ez a kenyér biztosítsa. Ennek a szellemében áldjuk meg és szenteljük meg ezt az új kenyeret. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret, mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük minden betegséget, viszálykodást és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele, és az örök élet kenyere, kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az 5 árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon neked békességet. Amen. Köszönjük szépen Nagy Marian református lelkésznőnek és dr. Ciglány Zsolt római katolikus plébánosnak. Természetesen a kenyért szét lesz osztva a program zárásaként. Most pedig ismét Kovács Nóri érkezik, akinek a hangjából kaptunk már egy kis ízelítőt.
most ismét őt hallhatjuk. Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több mint 15 éve van a profi előadói pályán, ezen időszak alatt több mint 30 lemezen közreműködött, és 13 szóló albuma jelent meg. Hölgyeim és uraim, fogadják sok szeretettel tehát Kovács Nóri Magyarnak lenni című szóló koncertjét. Jó szórakozást! Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehetek önökkel, és együtt ünnepelhetünk. Az első dalomnak az a címe, hogy Összetartozunk, és invitálom önöket egy közös éneklésre, hiszen egyszer egy református lelkész, mondhatom azt, jó barátom mondta azt, hogy az éneklés az egy közös imádság. Az a Jóisten ugyanúgy meghallja és kitárja a szívét felénk, és ránk mosolyog, és ezen a gyönyörű ünnepen kivált kép szerintem onnan minket néz a mennyországból, hogy énekeljünk együtt, összetartozunk. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Hogy hálad érte, hogy még együtt vagyunk. Hisz volt már pár utunk, és sok mindent tudunk. De legfőképpen az, s most jön az a kulcsmondat, vagyis szó, hogy összetartozunk. Ez lesz majd a közös. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Ígérem neked, ígérd meg nekem, hogy bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsájthatunk. Miért is? Mert összetartozunk. Te is tudod jól, hogy gyengék, törékenyek vagyunk. A szándékunk lehet jó, és mégis hibázhatunk. Mert könnyű bántanunk egymást vagy önmagunk, de nem hazudhatunk, mert összetartozunk. És ha jönnek rossz idők, elbúcsúzhatunk. De ne hívd, hogy ettől már meg is változunk. Mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk. De legfőképpen az, hogy összetartozunk. Bárhol a nagyvilágban, mi mindannyian összetartozunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hogy mennyire összetartozunk, gondolok itt most azokra a magyar testvéreinkre, akik elszakadtak tőlünk, vagy a jobb élet reményében, hogy segítsék a családjaikat, vagy az országhatárok sorolták őket most máshova. Én nagy örömmel hallottam, hogy nem olyan túl rég Kolozsvárot járt, mert én is. Én annyira, hogy tegnap érkeztem vissza onnan, és székközségben jártam egy nagyon-nagyon kedves, régi idős barátságunk jelképeként Kovács Józsi bácsinál. 2006-ban találkoztam ezzel az idős úrral először, a helyi kántor, a helyi énekessel. Akkor volt 72 éves Kovács Józsi bácsi. Kiültünk egy ilyen gyönyörű nyári napon a ház mögé, a kertbe, elővettük a pokrócot. Előkerült a jóféle szilvórium pálinka, mert ugye a nótás kedvet az hozza meg.
kedves felesége fánkot sütött, és tehát gyönyörű dalokat fut nekem Józsi bácsi. És az egyik kedvencünk a Szerelem, Szerelem című nóta volt, amit amikor feldolgoztam, annyit mondott, hogy kislányom, nekünk annyira összestimmol a hangunk, hogy több ilyen közös nótát kéne együtt énekelnünk. Hát ennél nagyobb dicséret nem kell. És hát sok közös nóta született, a legutóbbiakat éppen a napokba futtuk el. 86 éves most már, és még mindig jó egészségnek körvend Józsi bácsi. Hallgassák meg ezt a közös dalunkat, amiben úgy összestimmol a hangunk. Szerelem, szerelem, ez következik most. Átkozott szerelem, miért nem terveztél nekem fa levelet? Szerelem, átkozott szerelem,
Józsi bácsi nevében is. És Magyarország születésnapján el kell, hogy énekeljem önöknek azt a születésnapi dalt, amit már vagy jó 6-8 évvel ezelőtt írtam, és mindenkit ezzel köszöntök az adott koncerten, hogyha valaki éppen a mai szerencsés napon született, akkor Isten éltesse mindannyiunkat, és főként Magyarországot ezen a gyönyörű napon, születésnapodra. Sok születésnapokat vígan megérhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes. Az ég harmatja szíved újítsa, áldások árja házad elforítsa, de néked mindig adassék, ha mellett a bánattal ne találkozzék. Szívedben az ifjúság örök illata. Kívánom álmaid mindig elérhest, vágyok szárnyán lelkedet magasban repíthest. Ragyogjanak fényesen rátok a csillagok, nagyon boldog jaidat számlálni ne légyen terhes. Az ég harmatja szíved újítsa, áldások árja házad elborítsa. Ragyogjanak fényesen rátok a csillagok, nagyon boldog születésnapot. Kívánok nagyon boldog születésnapot. Kívánok nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen mindannyiunkat. Nagyon szépen köszönöm. És hát igazán együtt érzek önökkel ebben az óriási hűségben. Nehéz így ébren maradni, hát ha a következő dal egy picit segít. Az az országimás dal következik, amelyet az a megtiszteltetésért, hogy én énekelhettem el akkor, amikor Magyarország volt a soros európai elnök, és készült ez a dal, ez a csikménassági népdal, Repülj madár, repülj. Nagyon sokat játszotta a rádió egy rádiós verzióját, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokan ismerik, énekeljük együtt. Hát, ha egy kicsit meglebben a szellő, Repülj madár. Repülj madár, repülj, manosságra repülj, édes galambomnak gyenge válláról. Nagyon jó lesz ez, vidd el madár, és
Anyanyelven köszöntenek, mikor megy.
megérkezel, ahol piros, fehér, zöld zászló táncol a széllel. Magyar testvér, bárhol élsz a nagy világban, hozzánk tartozol, várunk haza a Kárpát hozából. Még összetartunk, addig az Isten itt lesz velünk, hisz egy a múltunk, egy a vérünk, egy a nemzetünk, hisz egy a múltunk. Isten küldetéséből élünk évezredeken át. Szent Istvántól megörököltük drága szent koronánk, s bár megpróbálták besározni hősi múltunkat, és sokan terjesztettek rólunk hazunk szavakat. De a becsületes magyar ember emelt fővel jár, arcát az ég felé fordítja, s a fény ragyog le rá, mert az otthonod mindig ott van, hol a néped visszavár, ahol a a szép turulmadár, ahol anyanyelven köszöntenek, mikor megérkezel, ahol piros, fehér, zöld zászló táncol a széllel. Magyar testvér, bárhol élsz a nagy világban, hozzánk tartozol, várunk haza lesz velünk, hisz egy a múltunk, egy a szívünk, egy a nemzetünk, hisz egy a múltunk, egy a vérünk, egy a nemzetünk. Magyar testvér, bárhol élsz a nagy világban, hozzánk tartozunk, várunk haza a Kárpát hozából. Még összetartunk, addig az Isten itt lesz velünk, hisz egy a múltunk, egy a vérünk, egy a nemzetünk, hisz egy a múltunk, egy a szívünk, egy a nemzetünk. Ilyen addig, míg a föld tart, magyar nemzetünk. Maradhat el ez az ünnep Szent István tisztelete, Szent István éneke nélkül. Ezt az éneket a moldvai csángók éneklik. Ó, Szent István, dicsírtassi, menj és földön tiszteltassi, de főképpen nálunk ma, mint hozzánk fő oszlopa. Kérünk mind apostolunkat, és az első kerálunkat, hogy Szent István nézd mennyből le a szép magyar
magyar napon. Ezt az dalt én írtam, és magyarnak lenni mind a két szót nagy betűvel írtam, mert számomra ez egy csodálatos létminőség, hogy én magyar lehetek. Itt születtem, itt nevelt fel apám s jó anyám, hogy szarvas dobbant zsenge fűben, és akát íz anyám. Áldott a föld és a kő, melyet száz folyón bezár. Szívemben én is így ölellek, gyönyörű hazám. Dicső magyar népem, megdobban a szívem, mert olyan jó, hogy én is magyarnak születtem. Bármerre visz az élet, ide mindig visszatérek, mert ez az otthonom, ahova mindig hazaérek. Magyar nyelvünk múltba tekints, az ősök útján járva, szeretet magvait fintjük az elvadult világra. Mária országában újra zöldül a rét, ne add fel a magyarságod soha semmiért. Dicső magyar népem, megdobban a szívem, mert olyan jó, hogy én is magyarnak születtem. Mert ez az otthonom, ahova mindig hazaérek. Magyarnak lenni büszkeség, ahol a hármas halmon a keresztség. Magyarnak lenni hitvallás, ahol az út végén a megváltás. Magyarnak lenni áldozás, ahol a reményünk a feltámadás. Olyan jó magyarnak lenni. Jöhetnek szerek és áradat, de a szívedre holgos nem csalhat, hiszen magyar szív dobog benned is, testvéreiben és bennem is. Magyar a magyarnak nem ellenség, fogjuk össze a nemzetén. Olyan jó magyarnak lenni, hiszek egy hazában, hiszek a nemzetben, hiszek a családban, hiszek egy megmásíthatatlan földi és égi igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Itt nőttem fel, s hogyha egyszer a föld magához hív, talán a megbocsájtásból erő fakad, s újra dobban egy szív. Dicső magyar népem, megdobban a szívem, mert olyan jó, hogy én is magyarnak születtem. Bármerre visz az élet, ide mindig visszatérek, mert ez az otthonom, ahol az út végére érek. Dicső magyar népem, megdobban a szívem, mert olyan jó, hogy én is magyarnak születtem. Bármerre visz az élet, ide mindig visszatérhetsz, mert ez az otthonod, ahol az út végére érhetsz. Ez az otthonod, ahol másokért is élhetsz,
mert ez az otthonod, ahol magyarként élhetsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És már csak egy dalt szeretnék önöknek énekelni. Keressük meg azt a dalt, hogy kell még egy szó. Hiszen kell még, mielőtt mennénk, mielőtt én a műsoromat átadnám az utánam érkezőknek. Kérem, hogy énekeljük el ezt a dalt is közösen. Szépen köszönöm. Köszönöm. Fantasztikus hang, csodálatos jelenség. Kovács Nóri, köszönjük szépen, tényleg fantasztikus volt a produkció. Hölgyeim és uraim, az ének után tánc következik, méghozzá Józsa Gergely Néptánc Egyesület szilágysági táncát fogjuk látni.
és itt külön felhívnám a figyelmet az utánpótlás csoport ifjú tehetségének Tallér Szabolcs szóló produkciójára a figyelmet, úgyhogy figyeljünk nagyon, ők következnek. Nem.
Köszönjük szépen! Ugye mondtam, hogy érdemes ezt figyelni a fiatal urat. Hölgyeim és uraim, városi ünnepségünk lassan a végéhez érve. Köszönjük, hogy részesei voltak a megemlékezésünknek, és hagyományainkhoz híven rövidesen az új kenyér átadása következik. Ünnepi műsorunk után pedig kezdetét veszi a Térzene programsorozat harmadik állomása. Itt a Városháza előtti téren fúvósok érkeznek, Philharmonic Brass Quintet, de mindezek előtt arra szeretném önöket kérni, hogy álljunk föl, és közösen énekeljük el a szózatot. Az ünnepség zárásaként a néptáncosok körbe kínálták az új kenyeret, melyet a helyiek nagy örömmel meg is kóstoltak.